Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és innen a Farm Expert 2017-ből jelentkezem. Most tök jól néz ki a kép, mert ott pörög a fejem fölött valami, olyan, mintha valami jelenik a szabadságszobor, és akkor pörögne a fejemen lévő cucc. Na mindegy, lendüljünk túl ezen. Igazából ez már egy ilyen, hát ilyen sandbox lesz, valószínűleg sandbox epizódnak fogom ezt így eladni a csatornán. Ugye volt egy nézzünk bele epizód, és azt szokta követni egy sandbox, úgyhogy ezt most annak okán készítem. Közben rájöttem, hogy ott az első bemutatóba, tehát a nézzünk bele epizódba ezt a nehéz időjárás és teremviszonyok oktatójátékot tettem, végeztem el. És ebből van itt pontosan ez a második, a talaj előkészítése, a harmadik a föld bevetése, a negyedik az aratás, az ötödik a bálázás, a hatodik a málna palánta, a hetedik a málna betakarítás, és a nyolcadik a cukorrépa ültetés, és az ennyi az össz, úgyhogy ezeket fogom most így elkezdeni szerintem, és most jön a talaj előkészítése, ugye, mert ezután ezt megcsináltam, és akkor most ez jön, és el is indítom, megnézzük, hogy hogyan tudom előkészíteni a talajt. Itt a kultivátort kell használni, úgy olvastam ott a leírásba, nem fejből tudom az eszköz nevét, szerencsére. ritkán szántok, meg ilyesmi. Na, ugye betöltődik, itt vagyok a farm szimulátorban ismét. Nos, várom az első feladatot, jönnöm üljek be a traktorba. Szántóföld előkészítés alapjait tanítja meg nekem. Igen. Várom a következő információt. Jó. Becsaptam az ajtót. Szerintem ez lesz az, nem? Speciális gazdaság vásárolhatsz, amely segítségével állattenyésztés, a gyümölcsfeldolgozással foglalkozhatsz. Aha. Elindítom a traktort. Aztán hátra tolatok. Nem ezzel, hanem ezzel a móddal. Felszálltam a traktorra. Már tudom ellenőrizni az új célokat, kösd össze ezt a valamit. Nos, hajtsa földre. Akkor felraktam ezt a cuccot, ezt kell vinni. És el kell mennem a földre. Miért megy ilyen piszok lassan? Ja igen, a sebességi fokozatok, akkor ezt följebb pakoljuk egy maximumra tesszük, igazából ez csak a nyomaték, úgyhogy nyugodtan föl lehet egyből rakni a hatalba. És akkor egy vastag gázzal kirohanunk a földre. Szép időnk van, igazi kerti munkára való időjárás. Ebbe a tóba mentem bele a szántás közbe múltkor, hoppá, most majdnem meg előidéztem. Aha, közelebbi földön fogunk dolgozni. Nem a közelebbi, a régi földemen, amit szántogattam. Nincs kint az eke, úgyhogy talán ezzel már nem kell ilyeneket csinálnom, úgyhogy valami más opció lesz itt. No. A szánts fel a földet. Ja, hogy ez egy szántó cuccos. Aha, jó. Engedd le a gépet. Most ide jövök. Ide a szélére, így mi? És akkor visszaváltok. A jó öreg egyes, és leengedem. És akkor elkezdem vonszolni itt. Most jó lenne, ha látnám, hogy hol megy az a cucc. Aha, jó így. Mondjuk megpróbálom becélozni a szélét a holminak. Ennél távolabb? Aha, így. Jó, így. Szóval így könnyebb a dolog egyébként. Kicsit ellent kell kormányoznom, azt látom. Mindegy, azért én megpróbálok egy kettes fokozatot. Megugrik a traktor, de így még a végén haladni is tudok. Mindegy, mert mindenképp olyan lesz, mint az a bizonyos ökör, hogy az ás, nem hiszem, hogy tudok egyenesen szántani. Össze-vissza szántok, de mindegy.
Valahol mutatja, hogy mennyit kell szántanom, vagy elég lesz csak egy csík is, vajon. Attól tartok, nem. Gyorsan itt akkor megpróbálok megfordulni, most nem hoztam el ezt a nehezéket az orrára, de hát végülis nem is baj talán. Most egy másik fajta ekével szántok, nem ez volt a múltkor. Emlékeim szerint. Jó, rakjuk csak le. Jó, ez így most nem az igazi. Na mindegy, most már végigmegyünk így. Ennél kicsit többet is kiharaphattam volna a földből. De akkor most legközelebb jól rászámolom, hogy a jobb oldalon egy fél traktornyival a szántás vonal mellé parkolhatok, és akkor lesz az ideális a dolog. De valahol írja, hogy mennyit kell szántanom? Nem írja sehol. Na mindegy, most akkor ügyesebb leszek, most felhúzom. Kicsit csak egy ilyen ficakot, és akkor már fordulok is ilyen tök nagy ívbe. És nem láttam semmit ebből, de nem olyan vészes a dolog. Most mindenképpen hátra fogok tolatni, tehát most már nem úszom meg, sőt kiszállok véletlenül. Visszaültem, nem ültem vissza. Itt a nagy traktor kereke, itt ülök vissza. Véletlenül úgy, hogy volt, kiszálltam. Na, hogyha ezt leteszem, akkor ugye errefele fog történni a dolog, tehát nyugodtan mehetek kifele. Jó, hát most ezt már meg kell még szoknom, de most valahogy így kell mennem kb. Tehát ezt a kis kereket kell vinnem a szélén a dolognak. Érdekes, hogy ez mindig tudja, hogy merre felel az előbb, mint hogyha a másik irány, jobb oldalon volt a kerék, nem? Na mindegy. Mennyit kell felszerve? Kezdhetem az egészet, vajon? Jó lenne, nem. Meg hogyha föl kell szálltam az egészet, akkor jól lehet tudni, hogy mennyi a... hol tartok százalékosan, legalább. Akkor át is fordul, vagy nem tudom, mit csinál az eke. És kimegyek jócskán ide, aztán innen adjunk neki. Adunk még egy fokot. Nem, vissza. Hátra fel tudok szántani? Nem nagyon. Így már tudok. Megint lerakjuk, de nem arra rakjuk, hanem erre rakjuk. Hogyan tudjuk a másik irányba rakni? Így. Előrefele, és gáz. Igazából én F-et akartam nyomni, egy kicsit gyorsabban tudjunk szántani. Mert nem vezünk estig se ezzel a földdel. Amíg a rükkferc meg ilyenek kapcsolása miatt, azzal megy el az idő, komolyan mondom, mert megfordulni meg lehetne tök gyorsan. Már veszem is fel ezt a holmit. Visszük ki erre fel a szántást. Jó, kivisszük, hogy ne pazaroljuk az időt. Ott felszállt egy madár. Attól tartok, az egészet fel kell szántanom. Hol az üzemanyag egyébként? Aha, ott van valahol a végén. 305, az mit jelent? Annyi liter? Lehet, 305 liter. Lehet, hogy annyi liter van benne. Az jó, sok. Figyelem, hogy változik-e, most visszatolatunk, mert majd a végén ezzel fog megszivatni a program, hogy azt ott nem szántottam föl ezt a részt. Jó.
Jó, hogy lerakjuk, és akkor egy Y-nal meg előre megyünk, és akkor azt is felszántottam, oké. Okay. Megfordulunk, egyszerű. Pont nem erre kéne, hanem erre kéne. Így. Jó. Szerintem ez így jól sikerült, ez a rajt. Kicsit megint beljebb megyek, és akkor javult a szántóképességem, mert már második ilyen dolog. Na, most lesz meg a fele a földnek. Kb. A fele. Nem biztos, hogy az egészen a fele, de kb. A fele. Jó, nem sikerült megnyomnom az R-t kapásból. Jaj, ne! Arra. Vissza, és akkor most nem. Másik irányt szeretném. Ez az, ezt szerettem volna elérni. Tényleg nehéz az irányíthatóság. Belecsúszott a kerekkel, vagy mi történt? Na most akkor kicsit elveszem azt, hogy jó irányba haladjak, tehát most nem foglalkozok a szántásnak a pontos irányával, hanem megpróbálok ilyen íveket összehozni, ezt a végén majd kijavítgatom. Itt is meg kéne próbálnom elfordulni. Mindegy, azt ott lekiviszem a széléig. Így, mi? Az a baj, ha lent van a cucc, akkor nem tudok fordulni. Ó, menet közben kiszálltam, ez nagyszerű volt. Jó húzás volt. Jó, hogy közel van az E és az R. Ez okozta a vesztemet. Jó formán. És ezt a szélét is kiszántom. Jó, menjünk mondjuk így ennek a szélén, aztán megpróbáljuk így összeér a két szántás. Na aztán még sehol nem vagyok, mert ez még csak a szántás szerintem. Nem hiszem, hogy ez az oktató módnak a feladata. Neki lehet kicsit informatívabb is lehetne a kijelzés, tehát szívesen tudnám, hogy még mit kell csinálnom. Jó, itt is lerakjuk. Itt is véghúzom a cuccot, aztán kettő között is majd egyszer elmegyek. Ha szerencsém van, akkor ott pont elég lesz a következő körbe a kettő közé, de ha nem, akkor nem lesz elég. Na jó, még egyet pakolunk, csak fel a 12-vel menjünk, azért az jobb. Jó, most szerintem fölkapom a cuccot, és akkor egy nagy ívet rajzolok. Gyorsan megfordulok, és megpróbálok ide becsapni a kettő közé. Legyen így, ezen a szélén megyünk, így. Itt még egy köröm lesz szerintem, nem úszom meg. Egyszer még át kell rágnom magam azon a felén. Nem így van a nagykönyvben, biztos a szántásnak a leírás, hogy hogyan szántsunk. Nem ez van a tankönyvekben, de a célnak megfelel szerintem, hogyha sikerül összebarázdálnom az egészet. Ez meg a végén be is tudom fejezni nagyjából. Nem is lett ez olyan rossz. Megint majdnem kiszálltam. Jó, hát itt most nem kell nagyon varjálnom, ezen csak végig kell itt szabnom ezen a rossz szakaszon. Itt mondjuk érezhető a dolog, most beülök a traktorba és próbálok itt a
barázdába menni, és tök jól érezni is, hogy a traktor dülöngél, nagyon jó. Nyomom neki ezerrel egyik kerekeben, abban a mély barázdában, meg lesz még egy barázda is itt, úgyhogy ez így király. Jó, most kinézünk egy pillanatra, hogy nehogy elmaradjon valami is. Jó, akkor ezt a szélét még itt végig karistolom. És akkor visszafele jövetnek, pont jó lesz az a terület. Na, megnyomtam még egyszer valamit véletlenül, jó. Nézzük, inkább dőljön erre az eke, így van. És nagyon a szélén megyek, és akkor biztos, hogy mindent elér, amit csak kellhet. Hát úgy néz ki, hogy a játék oktató módja szerint az egészet fel kell szántanom, vagy legalábbis nem dobta be nekem az opciót, hogy akkor vége van az oktató módnak. Meg hát most a kultivátort mondta, én nem, vagy lehet, hogy ezt a kultivátornak hívják ezt a szántó eszközt, az ekét, amit én lelkésztem. De nem vagyok benne 100%-ig biztos. Na ezt egy kicsit azért másképp oldom meg, ide visszatolatok, így. Így, és akkor azt mondom neki, hogy R. Még egy R, most a másik irányba. És akkor így. Megpróbáljuk ezt felszántani. Talán sikerül, oké. Na és akkor most ráfordulunk erre a területre. Ez pedig olyan lesz, hogy... Na még egyszer. Ez olyan lesz ez a terület, hogy még egyszer itt végig kell mennem szerintem. Menjek haza, új feladat van. Jó, mindjárt haza megyek, várjál. Most már haza nem megyek, ez a csikot már felszántom. Gondolom most el kell mennem az új eszközér. És akkor azzal jön majd a előkészítés a területnek a vetéshez. Remélem nem úgy kezdődik minden oktatómód, hogy nulláról, tehát így a földet föl kell szántsam, aztán jöhet csak a... Tehát mindent előről kell kezdeni, remélem nem így lesz. Az egy kicsit illúzió romboló lenne, hogy úgy mondjam. Na. Ez pedig így akar szántani, akkor azt csináljuk, hogy ezen a felén megyünk, így. Így van, hagyd el. Kicsit fölvesszük Y visszatolat. Jó, ez így jó. Előre, előre megyünk, így van. Nincs rajta az a súly. Na jó, mindegy, nem érdekes, nem érdekes. Ha nem akarod, ne szánts fel azt a vizét, jó. Kapcsoljuk fel az extra fokozatra, hát hogyha még gyorsabban haladunk, és akkor még egy kört megyek rajta, és akkor talán beszántom a maradékot. Ott már csak egy csikon kell végig szambáznom. Jó, ezt felvesszük, és akkor itt megfordulok. Ez mondjuk elég kemény lesz, itt nem hiszem, hogy sikerül ez az első kör. Jó, ez mondjuk még összejöhet így. De nem biztos. Nem erre fele dülünk, hanem a másik irányba dülünk. Ez nem tudom, mitől függ egyébként, ez ilyen random. Inkább úgy gondolom. Jó, ez valamennyit föl fog szántani, valamennyit el fog hagyni, nem érdekes, megyünk tovább. Megpróbáljuk becélozni azt a cuccot, igazából inkább arra fel kell törekednünk, és akkor talán felszántjuk az egészet. Így, jó van. Szerintem ez most nagyjából okés is így. Ja.
Ott maradt el egy pici, addig vissza evickélek ezen a barázdás szántáson. Ja, itt azért elég nehezen megy a traktor, itt vissza kell kapcsolnom. Viszont egyesbe elakad. Na mi van? Nem már elakadtam traktorral. Elakadtam a traktorral. Nézzük a hátramenetet. Oké, így is elakadtam. Ez most nem semmi. Na, teljesen elakadt a traktorkám. Kiszálltam, megint véletlenül. Megnézzük, hát ha történt valami változás. Nincs semmi változás, leakasztjuk ezt a kravancot, hát hogyha így el tud indulni. Hát ez valami bug lehet, mert se előre, se hátra, csak így van és nincs föltámaszkodva sehol sem. Na hát akkor keresztbe nem szabad átmenni a traktorral, úgy néz ki ezen a dolgon. Jó, hát mindegy, akarjuk megoldani a dolgot, elmegyünk valami másik traktorért személyesen. Shift-tel lehet futni, ahogy látom. Valami járművet ott találok biztos. Legalábbis bizakodok benne. Itt is van külső nézet? Nincs külső nézet, jó. Kerítésen vagy be tudok mászni? Nem kell bemászni, itt bemegyek a gyalogszerrel. Jó van, reménykedek, hogy van itthon valami traktor. Ugye emlékszem, van itthon valami traktor még, ott hátul láttam. Egy másikat. Válasz ki egy ekét. Akkor ez az eke. Akkor nincs itt traktor egy se pluszba. Jó van. De akkor ezt megszívtam, mert azzal a traktorral nem tudok másképp kijárni. Itt sincs semmi jármű, ugye? Nem nagyon van, ja. Befutottam az egész ranchet, de nem látok. Ó, működik a kis ajtó, ez viszont jó hír. Itt egy madár volt. Hát nem jó hír, nem jó hírek ezek. Ott a, ja, az az én kis gépem, amelyik el van akadva. Milyen mély a víz? Már tudok úszni. Ez gázlós, úgyhogy nem vészes, jó van. Hát szóval, elakadt a traktor, szégyen gyalázott, pedig nem is olyan rossz a terepviszony itt, úgyhogy. Tehát abszolút nincs fölülve sehol. Nem is értem. Mi akadt el? Azt mondja, hogy beülünk. Ez erre nem megy. Kapcsolgassuk. Csatold fel a kultivátort. Nem tudom fölcsatolni, még föl, megmozdulni se tudok. Picit nyomkodom, akkor se, nagyot nyomkodom, akkor se, sem erre sem megy. Hát ez ennyi volt, akkor úgy néz ki ez a... Nem tudom, nem lehet resetelni mondjuk a traktort, játékopciók. Ezek az egérérzékenység, irányítás, vonalók... Mik vannak? Grafikai opciók, az megvolt, hangopciók, irányítás, játékelhagyás. Ezeket nem lehet állítani, hát itt meg nem tudok csinálni semmit. A realisztikus az nem olyan rossz. Bár szerintem ez messze van a realitástól. Ó, de nézd, valahogy kihúztam. Nagy gáz volt. Most ezt... nem akartam lekapcsolni. Nem tudom, hogy ez... ez jó ötlete, de én megpróbálom ezt rácsatlakoztatni még egyszer. Visszatolattam tök ugyanoda.
De nem tudom fölcsatolni ezt a kramancot. Na most újra előre. Előre sem megy, mondanom sem kell. Egyébként így mozdult ki, hogy kapcsolgattam előre-hátra, meg közben tekertem a kormányt, és akkor kimozgott a helyéről. Most innen is mozgatom. Na most megint megszivattam magamat. És megint se előre, se hátra. Na visszakapcsolunk akkor. Na még egyszer. Ez kétkezes, mert nyomni kell a gázt is, kanyarodni is kell, meg közben még nyomkodni kell a sebességi fokozatokat is. És mibe akadt el valami? Azért akadt el hátul az a kramanc. Aha, így, jó, most kiugrott. Jó. Én most ezzel nem foglalkozok, elmegyek oda azért a kramancér. Na szóval, ez most nem tudom, hogy ez, de ez elég bug szagú, tehát nem kéne egy ilyen nagy dögnek elakadni, de ez az erősebbik traktor a másikhoz képest. Nem kéne ennek elakadni egy barázdába szerintem. Én úgy gondolom, legalábbis. Na mindegy. Most már kihozom azt a holmit, amit javasol itt nekem a játék. Nem is esteredett rám szerencsére. Úgyhogy azért elmegyünk. Beültünk így a traktorba. Elég gyorsan haladok vele. Itt kimegyünk, ki kell menni, igen, itt a főútra. És valahol itt van a cucc. Ez az. Ráállunk így mondjuk, oké. Okay. Koszos a traktorom? Most látom, egy kicsit koszosja. És akkor rátolatok erre ügyesen. Leállítottam. Én nem áll rá még a kezem ezekre az irányítós cuccokra. Hajtsa földre. Összeszerel. Ja, hogy összeszerel. Aha, jó, ez még szét lehet nyitni. Ugye most nem dolgoztatom. Jó. Gazdaság, benzinkutya, autómosó. Jött egy híd. Hol van az ekke? Ott az ekke kint van a földeken. Az most tök jó lesz, mert totál útban van, tehát ez korrekt lesz. Ott az az ekke, majd körbe... Ezélem, mi ez én... Ez a kultivátor, akkor ezzel körbe kultiválom. No. Ide beállunk a szélére, ahogyni. Kapcsolunk egy olyan jó kettest mondjuk. Azt mondom még, hogy szerelje össze. Nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Ja, az összeszerelés azt jelenti, hogy szállíthatóbb lesz, tehát amit eddig kellett volna alkalmaznom. Jó, akkor szétszerelem. Akkor ez az összeszerelés és a szétszerelés, a G betű. Itt a leírásomban. Akkor az O és az I az egész más lehet. Na, de itt mindig írja, hogy mit lehet csinálni, úgyhogy nincs gond itt ezzel. Azt mondja, hogy engedjem le. Leengedjük a gépet. Oké, hát ez ekkora, úgyhogy... Itt a szélén kezdem a projektet. Meglátjuk, mi lesz belőle. Aha, szép sima lesz tőle. Előkészítjük a vetést, gondolom, én laikus. És a grafikai térképen is ott bal alul látszik, hogy egy csíkot már beszíneztem ezzel a típussal. Hát a reményeim ott kezdődnek, hogy ha mondjuk előtte el tudok menni majd ezzel a cuccal a másik gép előtt, akkor ezt rá tudok kötni, ezt le tudom húzni a földről. Jó, szerintem ez eddig volt, és akkor itt most meg fogok ráfordulni a földre, mert itt nem kell annyira céloznom legalább a dolgokkal, mert hogy ez egyenesen kell, hogy vele haladjunk.
Oké. Na nézzük, ha leengedem, akkor mi történik? Megkezdi-e már itt a jó dolgokat? Meg. Oké, akkor itt egyszer bocázunk a szélén. Megpróbáljuk az összeset megoldani. Aztán amikor szól a program, hogy ennyi elég volt, akkor annyi volt. Szerintem, de maga az oktatójáték erről szól, tehát ez a lényege neki, ez az eszköz. Sőt, ott már valamit jelez is nekem 40 méterre, de mi az? Mit ír ott? Mi ez itt a 12 méterre? Műveld meg a földet! Jó, hát nem ezzel műveltem meg a földet? Jó van. Én most megművelem a földet szerintem. Lehet, hogy elmentem ezzel emellett a waypoint mellett. És az volt a baja. Mehet. Ajaj. Elkotort a traktorkám. Na, nyugi. Na, vissza kell kapcsolom, úgy néz ki ebbe a fokozatba, mert nagyon kapkodja az orrát. Azt nézem, hogyha mondjuk benn ülök a traktorba, és mondjuk itt nézegetek, itt látok valami hasznos információ, nem nagyon. Na jó, koszos a traktor, látszik a kerékvetőin. Azt látom, hogy mondjuk sikerül-e a projekt, ha hátra nézek. Mondjuk annyira nem fogok most odafigyelni rá, hogy ez most tökéletesen elvágólagos legyen, mert kivéthetetlennek azok a csíkok, amik ott maradtak például. De szerintem most nem is az a feladat. Szóval egy fokozat azért nyomunk rá, mert tényleg nem végzünk. Most viszont itt megfordulok. És a következő vonalnál már jó eséllyel le tudom vonszolni azt a szerencsétlent is majd. Ajajaj, mellé. Na így most jó lesz. Lent van. Talán nem érnek össze, és ó, de jó lesz, ott már rá tudok tolatni, nem lesz gond. Azok a barázdák voltak a legagresszívebbek, amik pont ott voltak hát most nem tudom, minek hívjam őket, mert ezt Ekének írta ott, amikor bementem érted, de én a másikra gondoltam, hogy az az Eke, de akkor az úgy látszik, az nem Eke, hanem az valami más. Én azt hittem, az az Eke, ez meg a kultivátor, de hát sajnos nem vagyok művelt ezekben a mezőgazdasági eszközökben, úgyhogy majd belejövök, talán még majd látom kiírást, aztán megjegyzem idővel. Egyébként ezeket a nagy barázdákat is, hogy látom, el lehet húzni vele. Na, üljünk csak vissza, mert így látom, hogy hol fordulok el. Így meg most már jó lesz a külső nézet is, szerintem, igen. Kérünk egy ert, és már mehet is. Ott mondjuk maradt egy kis placunk, de az senkit ne zavarjon. Az nem annyira fontos dolog. Az elmaradás. Hát szerintem olyan jó 80%-át, hogyha le takarítom, akkor már meg lesz a küldetés, vagy a feladat, az eloktató mód, és akkor már csak 6 oktató mód van hátra. Vagy akkor van 7, nem is tudom mennyit, szóval 8-at számoltam. Jó, szerintem itt egy kicsit elkanyarodunk. Jó, ezt kikerültük. Ez most egy érdekes húzás volt, és váratlan. De így nem kell lassítanom meg ilyesmi, úgyhogy vállalható szerintem. Egyelőre én nem állok meg senki kedvéért, megpróbálom így megcsinálni. Kihagyom az Ekének a részét, ami ott áll parkol. Ittam egy semmit, elfogyott a vizem. Pedig üres pohárból csak akkor szabad inni, hogyha nem vagy szomjas. Egy nagy igazság. Na jó, fölvesszük, és akkor itt vegyünk vissza. Ezen a részen. Na mégis ezt lerakhatjuk, ezt nem elhúzza bárhol. Az se baj, hogyha egy kicsit itt rendbe rakom a placot, ahol összeszántottam. Jó. Tehát kanyarodik a kerék mindenfele, bicsaklik, ahogy kell.
Most kb. Olyan lett a föld, mint azelőtt volt, amikor idejöttem és szétszántottam. És már jó fél órája szántok és boronálok, vagy mi? Lehet, hogy ez a borona. Van ilyen, hogy borona. Végül is lehet, simán ez borona. Na és hogy itt elkezdek kanyarodni, akkor lehet, hogy pont kijön az ív. Megint. Megint itt kanyarodok egyet, és akkor lehet, hogy pont kijön az ív. És akkor ide besorolok, és akkor megint egy kicsit szűkül ez a terület. És egy idő után meg kell, hogy engedje, hogy foglalkozzak mással, még egy fokozatot kapcsolunk. Nem tudom, mi a boronálásnak nevezik, ezt most boronálásnak a rekord ideje, mert most olyanok a babérjére török, próbálok legalábbis. Oké, itt akkor én itt megyek is ezen a területen, ez nekem tetszik, így. A következő hozba már szerintem jó eséllyel két hossz, és akkor eltűnik ez a terület. És akkor már csak az a hátsó elparkolt rész marad hátra, amit meg kell oldanom. Nagyon nagy ívet kell rajzolnom, hogy hát egy ilyen. Jó lesz ez szerintem. Jó, ne kacsázzunk, álljunk be egyenesbe, és akkor így. Jó. Gratulálunk, megvan az oktató mód. A föld készen áll a bevetésre. Készen áll a bevetésre. Egybeírták az állát. Oké, menjek haza. Hát tudja, menjünk haza. Új feladat, menjek haza. Igen, és... befejeztem az oktató módot. Jó, nincs is igazából értelme hazamenni. Na, tehát akkor megvan, szép lett a föld, itt ott hiányzik belőle ez meg az. Most már csak úgy poénból, ezt itt lerakom ezt a szart ide az út szélére, mondjuk ide, a Q-val. Ha megállok letabakni, vagy ezt soha nem tudom már lerakni soha az életbe. Mondjuk, hogyha összeszerelem, akkor le tudom rakni? Vagy ezt már soha nem tudom lerakni. Nem ajánlotta fel a Q-t, csak azért gondolom. Nem, ezt már soha nem tudom lerakni. Ez már rám nőtt örökre. Jó, akkor nem tudom kipróbálni, hogy ki tudom-e húzni onnan azt a veszteglő ekét ott az alvégen, de mindegy, végül is nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy meg tudtam csinálni ezt a nevezzük boronálásnak, de majd úgyis kijavít, aki élt hozzá, mert a szántás után a boronálás szerintem valahogy így van igazából, és ez lehet akkor a borona ez a furcsa dolog. De mondjuk az meg igaz, hogy ezeket meg eketárcsának szokták hívni ezeket a korongokat, ami a végén van, ez meg kiváló grillezéshez a grill tudásomat illetően. Láttam sokszor ilyen eke nem tudom miből csinált grill, háromlábú ilyen grill tartót, amiben sülnek a húsok, és eketárcsának hívják, igen, azt a grillező eszközt, úgyhogy most se tudom, hogy melyik micsoda, de először jó mélyen felszántottam, utána meg elmorzsoltam a földet, de meg lett az a lényeg. Jól van, köszönöm, aki eddig megnézett, aztán hát csinálom tovább az oktató módot szerintem, és majd teszek föl róla videókat is, de majd írjátok meg, hogy tényleg rakjak-e ilyeneket föl, és hogyha meg lesz az összes oktató mód, akkor lehet, hogy elkezdek egy szabad játékot, ha még megmarad az érdeklődés iránta, és megpróbálok fellendíteni egy gazdaságot, és addigra vélhetően már kitanulom, hogy mi micsoda ezek, melyik eszköz, micsoda pontosan, és nem beszélek össze-vissza mindenfélét a mezőgazdasági dolgokról. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, abból tudom, hogy tetszett nektek, és akkor lesz belőle még tartalom. Köszönöm még egyszer, hogy megnéztetek, sziasztok! Na, jó van. El is fáradtam. Majdnem 40 perc volt, mire felszántottam itt mindent.